Egy nagyon meleg áprilisi reggelen az azáleákat metszettük a kertben. Azután esni kezdett, és az ég elsötétült. 2010. április 29-én tornádó riasztás volt a floridai félszigeten. Ezért Jerry Schofield és felesége félbehagyták a munkát. Nem sokkal később kissé émelyegni kezdtem. Gondoltam, bemegyek, hát ha hánynom kell. Aztán csak arra emlékszem, hogy Carol bejön és kérdezgeti, mi a baj? Addigra már félig elájultam, és csúsztam lefelé a komód és a fal között. Aggódva kérdezte, mi a baj? Azt feleltem, haldoklom, drágám. Az a helyzet, hogy meg fogok halni. Carol először a mentőket hívta, aztán ima támogatásért a barátokat és a családot. Végül a CBN-t is felhívta. A hölgy azonnal imádkozni kezdett. Tudta, hogy komoly a dolog. Igéket vallott meg. Jerryt a Fort Waltoni kórházba vitték, ahol az orvosok rájöttek, hogy felrobbant egy artéria a hasában. Hasi aorta aneurizmát diagnosztizáltak nála, ami más néven a csendes gyilkos. Bejöttek az orvosok, az altató orvos, és arról beszéltek, hogy nem fogja túlélni. Egyenesen a szemükbe néztem, és azt mondtam, önök csak tegyenek meg minden önöktől telhetőt, mert mi hívők hiszünk a teljes felépülésében. Emlékszem, hogy teljes felépülést mondtam. Jerryt légi úton kellett volna egy nagyobb kórházba szállítani, de a tornádó miatt mentőautóval vitték. Mivel az életmentő műtét így órákkal eltolódott, az orvosok még egy utolsó tanácsot adtak a családnak. Felsorakoztatták a családot és mindenkit a folyosón, amerre a mentősök vitték, hogy elbúcsúzhassunk tőle, mert valószínűleg utoljára látjuk. Carol megint imát kért, ezúttal a környék gyülekezeteitől. Jerry még mindig élt, amikor megérkezett a kórházba, ahol azonnal a műtőbe vitték. Jerry azt mondja, hogy a műtőasztalon látomása volt. Azonnal körbevett valami aranyló köd, és egy hatalmas arany kézpár nyúlt felém, ahol csak hozzám értek az ujjai, a keze, a testembe forróság áradt. Azután azt mondta, ne aggódj, rendben leszel. Sokáig fogsz élni, és fájdalom sem marad ezután. Tudtam, hogy Isten hangja volt. Nem tudok erről sírás nélkül beszélni. Már majdnem 83 éves vagyok, de még mindig sírok, ha erről beszélek, mert tudom, hogy Isten és az ő angyalai gondoskodtak rólam. Jerry az ígéret szerint csekély esélyei ellenére túlélte a műtétet. Az aorta aneurizma most is a 10 leggyakoribb halálok között szerepel. 80%-ban el sem jutnak vele a kórházig, hanem még otthon vagy útközben hal meg a beteg. De a maradék 20% fele is meghal, vagy operáció közben, vagy közvetlenül utána. Mindannyian imádkoztunk, ahogy csak bírtunk. Köszönetet mondtunk Istennek. Dicsőítettük őt, hogy visszaadta Jerryt. Műtét közben Jerry egyik veséje annyira károsodott, hogy úgy vélték, elhalt. De Carol továbbra is hitt és imádkozott a teljes felépülésért. Amikor elbocsátottuk az intenzív osztályról, az egyik veséje egyáltalán nem működött. Végül mégis elkezdett javulni, és a következő hónapokban szinte teljesen helyreállt a működése. Ez már önmagában egy csoda. Ma Jerry aktív életet él Floridában. Trombitán játszik egy helyi zenekarban. Carollal készségesen elmondják mindenkinek, hogy Isten ma is válaszol az imákra. Ő a legjobbat akarja nekünk. Meg akar gyógyítani minket. Hiszek benne, hogy ima által minden lehetséges. A bizalmunkat nem a halandó orvosokba kell vetnünk, akik olyan kevésre képesek. Még egy egyszerű náthát sem tudunk meggyógyítani, hanem abba, aki az igazi nagy gyógyító és nagy orvos. A csoda mindig jön, ha kérjük, és igazán hiszünk benne. 100%-ig biztos vagyok benne, hogy Isten mindenre képes, mert bebizonyította nekem.